nem nagyon mondtam még sehol, csak ilyen magánbeszélgetésekben, mert rendkívül módon tisztelem a Tölgyesi Pétert, meg egyébként a rendszerváltó elitnek a több tagját is, de hát azért mégiscsak, hogy lemásolunk egy nyugat német de. alkotmányt. De ha erről kell beszélgetni, vagy ha Ungár Péter bármikor vitatkozni szeretne velem, ami erről eddig mindig elfutott, akkor szerintem... Igen, te, te nyitott lennél erre? Volt néhány ilyen lehetőség, amikor a, a például Péterrel is levettünk volna együtt, ő azt mondta, hogy ő velem nem, de a Donáltonával vagy a Gerencsér szívesen mondtam, hogy tőlünk meg csak én fogok vele, tehát hogy szóval mm -hmm. nyilván ennek van egy ilyen politikai vetülete is, de nem futunk el ezzel. Én nagyon erőteljesen hiszek a teljesítményelvűségben, tehát én azt gondolom, hogy kitűzünk magunk el egy célokat, és hogyha ezt nem érjük el, akkor azért felelősséget kell vállalni. Kele János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy eljöttél velem beszélgetni. Szia, üdvözöllek itt nálam. Szia, köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. És én szeretnék azzal kezdeni, ami a Momentumnak is így a kiinduló pontja volt, ugye a 2017-es Nolimpia kampány, aminek a kereteiben ugye elképesztő mennyiségű, ha jól emlékszem, 266 ezer aláírás sikerült é. összegyűjteni, hogy ne valósuljon meg a budapesti olimpiai rendezés. És ekkor még az aláírásoknak az összegyűjtése sem fejeződött be, és már kijelentette a momentum, hogy párta alakulnak, és beszeretnének lépni ugye a pártpolitikába. Egyből volt egy ilyen, egy ilyen irányultság. És arra emlékszem, hogy Orosz Anna ugye így definiálta is, hogy miért jött létre ez a párt. Azt mondta, hogy szeretnének véget vetni a jobb és baloldali csatározásnak, szeretnének leszámolni azzal, hogy méricskéjük, hogy ki mennyire hazafi, ki mennyire hazáruló, a saját útját szeretné a Momentum járni, és továbbá még egy olyan is elhangzott, ha jól emlékszem, hogy ügyek mentén szeretnének politizálni, de ha de ha az ügyben segíteni őket másik párt, akkor készségesen hajlandóak az együttműködésre, de egy ilyen szélesebb körű dologra ők nem szeretnének. Vagy hát a momentum. Mit gondolsz erről a kezdeti identitásról, hogy ez mennyire volt egy ilyen naív elképzelés, és ez mennyiben sérült azóta? Mit mondanál erről? az a kezdeném az olimpiás népszavazási alájás gyűjtésünk, ugye nyilván olimpia éven futott, tehát nem nagyon rejtettük véka alá, akkor mi nem gondoljuk jó ötletnek az olimpia rendezést abban az adott idő pillanatban, de alapvetően a kezdeményezés lényege az volt, hogy erről egy helyi népszavazás döntsön Budapesten, tehát kérdezzük meg a budapestieket, uh -huh. hogy ők szeretnék-e, hogy olimpiát rendezzen ez a város, és végül erre gyűlt össze ez a rendkívül sok támogató alájárás, tehát azt vélelmeztem már akkor is, és azóta is azt vélelmezem, hogy szerintem sokan aláírták olyanok is, akik egyébként adott esetben lehet, hogy egy népszavazáson igennel szavaztak volna egy intenzív, részletes kampány után, hogyha meggyőzi őket mondjuk a kormány oldal arról, hogy ennek valóban van létjogosultsága, és ez egy, egy hatékony, sikeres, akár gazdaságértelme és profitábilis olimpia rendezést tud, ennek, akkor hajlandóak lettek volna erre igennel szavazni, de alapvetően az elvi oldalról úgy ítélték meg, hogy tisztességesebb és ferebb, hogyha erről egy népszavazás dönt. Tehát ennek a kiugró sikerében szerintem ez is szerepet játszott. Uh, és igen, szerintem jól említed azt, hogy viszonylag gyorsan lezajlott a közösségben akkor az a nagyon fontos stratégiai döntés, amit én azóta is látok. Magyar politikában időről időre megjelennek civil szervezetek, mozgalmak, akik alapvetően politikai kérdésekkel foglalkoznak, hmm. vagy valamilyen részpolitikai vagy szakpolitikai kérdéssel foglalkoznak, ügyek mentén szerveződnek meg, és előbb-utóbb minden ilyen mozgalom belefut abba a dilemmába, abba a döntési pontba, amikor el kell dönteni, hogy ő politikai pártként szeretne -e működni, hmm. tehát versenyezni a választók felhatalmazásáért, szavazataiért, közpolitikai szerepeket, pozíciókat szeretne betölteni a magyar politikai rendszerbe, és ezen keresztül hatni Magyarország működésére vagy pedig azt mondja, hogy nem ügyek mentén civil mozgalomként, szervezetként, alapítványként, akármilyen formában működik. És a Momentumban ez a vita viszonylag gyorsan lezajlott, mm -hmm. és azt gondolom, hogy egy tiszta, egyértelmű, világos döntés történt, hogy ezt a közösséget politikai pártá szervezik az akkori vezetői. És ebben én azt gondolom, hogy viszonylag nagy és széles körű legitimáció, meg támogatottság volt a közösség akkori vezetőinek. Szerintem a hogyan leírtad ezt, hogy naív volt ez az idea, Egészen biztosan naív volt ez az idea. De én azt a kérdést tenném ilyenkor, hogy hogyan érdemesebb politizálni, vagy a politikai pályafutást kezdeni naivan ám, de őszintén és hm? tisztességesen, Abszolút. avagy eleve cinikusan. Nem, nem, nem. nem. És, ez és egy jó dolog a naivitás e... a politikában. Én azt úgy gondolom, gondolom, hogy igen, tehát egy, szerintem ez egy jó dolog, vagy ez egy tiszta dolog. Én ezt soha nem akarom levetkőzni magunkról vagy magamról. Mm. Egy csomó kérdésben én magam is naiv vagyok, még mindig szeretnék is naív maradni, mm -hmm. mert hogyha naív maradok, miközben tudom, hogy naív dolog egy kicsit, amit gondolok dolgokról, de szerintem ez segít megőrizni a, a, a az aut autoritásodat, a tisztességedet, mm. a fethetetlenségedet és legalábbis, tehát nem eleve egy rossz pozícióból mész be mondjuk politikai alkukba vagy kompromisszumokba. Szerintem ez fontos dolog. És nyilván azóta születtek olyan politikai döntések, amik a Momentumnak ezt a kezdeti pozícióját legalábbis fölülírták. Ennek azt gondolom, hogy vannak pozitív hozadékai, tehát az, hogy Terézvárosban Soproni Tamásnak hívják most a polgármestert, az javarészt annak is köszönhető, hogy ezt a kezdeti pozícióját felülvizsgálta a párt, és ez egy jó dolog, hogy Terézvárosban nem Hassai Zsófiának hívják a polgármestert, hanem Soprony Tamásnak. Én azt gondolom, hogy Terézváros lakóinak a többsége is így gondolja, és talán ezt meg fogja erősíteni majd a következő választáson is. De akár említhetném Piko Andrást, ugye nem momentum tagdát, a momentum frakciójában a fővárosi közgyűlésben, és hát egy nagyon erős momentumos mm. Segítséggel kormányozza József Város, és azt gondolom ez az egy fantasztikus budapesti történt, ami József Városban történt az utóbbi években a nehéz körülmények ellenére is. És nyilván ennek voltak vagy lehettek negatív vagy nem várt következményei is, mint amilyen például ez a 2022-es kampány, uh -huh. amiben a Momentum teljes erejével beleszállt, teljes erejével hitt a győzelemben, akár naivan is hitt ebben mm. a győzelemben, és ezért kompromisszumokat kötött, és aztán ezeket az eredmény, meg az eredményező tábla nem igazolta vissza ilyenkor az embernek, nyilván át kell értékelnie utólag, hogy jól döntött, helyesen döntött, -e, és szükség van-e korrekcióra ebben. És jó az, amit mondasz, és tök érdekes, hogy von a Gábor, ugyanezekkel a szólamokkal száll most újra ringbe, úgyhogy úgy gondolom, hogy neki van már egy, egyrészt egy terhelt múltja, másrészt valamilyen szinten ezt a terhelt múltat ugye fel is oldotta azzal, hogy lemondott és lemondott a pozíciójából, de, de most megint ugye ezekkel a szólamokkal, amivel mondjuk a Momentum is indult, hogy ügyek mentén akar politizálni, ügyek mentén összefog, de alapvetően nem szeretne ebbe a csatározásba részt venni. Ugyanezzel száll bele kérdés, hogy most az ő naivitása mennyire hihető, vagy, vagy nem. Úgy gondolom, hogy ezt a naivitását egyedül a két farkok kutya párt ezt az ártatlanságát tudta megőrizni, és ők konzekvensen kiállnak emellett, és Hát nincsenek is ennek olyan eredményei, hogy ez a parlamentben megmutatkozna. Egyébként szerintem sajnálatos módon, de ha így ezt hosszú távon sokáig csinálják, akár még lehet is neki. És ez, ez nekem nagyon szimpatikus a két Kutyapárttal tal kapcsolatban. Te mit gondolsz erről? Vagy te is így látod? Én kicsit egyszerűen? úgy látom, és egyébként ekkor mondjam, hogy szerintem a két farkukutya kutyapárt egy nagyon fontos szerepet tölt be a magyar politikai palettán ezt a típusú egyensúlyozást a politikum és a civil szféra között, amit ők csinálnak, és ha az egyik oldalot tekintem, ők valójában egy civil szervezet, akik ügyek mentén segítik a társadalom önszerveződését, egyébként pedig hát nyilván választásokon indulnak, tehát csak egy politikai párt vagy egy politikai közösség, és egyébként politikai témákat is felhoztak a mögöttünk álló kampányban, tehát a transzparencia, a korrupció, ellenesség, az átláthatóság, akár a közbeszerzési eljárások kapcsán ugye egy kifejezetten uh, részletes szakpolitikai javaslattal jelentkezett ugye Kovács Gergő, ami szerintem egy fontos rész a politikának, mint alternatíva teremtés, és ezt nem akarom tőlük elvenni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a két kutya kutyapárt mindenkori támogatottsága választásokon vagy választások között kutatásokban az mindig egy tünete. Tünete a magyar társadalom állapotának, a magyar közélet állapotának, tünete a magyar tradicionálisabb, akár parlamenti ellenzéki pártok tevékenységének, hatékonyságának, és egy erre adott válaszreakció. Uh -huh. És van ennek egy még érdekesebb dimenziója szerintem a jelenlegi helyzetben, ez pedig a, a gazdasági válság, az egyre nehezebb megélhetési környezet Magyarországon, ami alapvetően szerintem egy nagyon szomorú és jelenség. Azt gondolom, hogy egyre többen érzik Magyarországon, hogy valami nem működik jól, és nem jó irányba mennek a dolgok, és hogy azért kit hibáztatnak, vagy mit hibáztatnak, az nyilván akár politikai táborokon is túlmutatóan tud ö, nivellálni, vagy divergálni, de, de hogy egy ilyen környezetben egy alapvetően viccpártként, létrejött politikai közösség milyen eredményt ér el a választásokon, az szerintem a lakmuszpapírja lesz a társadalom állapotának. Mert hogy egy ilyen szomorú helyzetben az emberek nem szeretnek viccpártokra szavazni, ugye ők várják a megoldást. De ha mégis sokan fognak egy, és nem akarom viccpártozni a pártot, mert ebből azért kikitörnek időnként, de azért ők csak ezt a, ezt a humoros vagy cinikus Szatirikus élőket megtartják a kommunikációban, és hogyha sokan szavaznak egy ilyen nehéz gazdasági társadalmi környezetben, mondjuk egy ilyen típusú pártra, azt szerintem egy nagyon éles kritika minden Absolut. másik jelenségi párttal. Én is a kritikát akartam mondani, hogy ez kritikája az egész politikai elitnek, Absolut. meg az ő tevékenységüknek. Absolut. Absolut. És a momentumot is egyébként sok kritika éri. Én, én elsősorban olyan szempontból közelíteném ezt most meg, hogy mi az ideológiája momentumnak. Ez ugye Ungár Pétertől is nagyon sokszor elhangzik a, a különböző médiumokban. Hadd idézzek egyet tőle, hogy a momentum egy teljesen vezetetlen, és aktívan küzdenek az ellen, hogy koherens gondolatuk legyen a világról. Ez ugye egy nagyon durva kritika, úgy gondolom. Ungár Péter részéről, és most én így külső szemlélőként, laikusként hadd mondjam el, hogy én hogy látom mondjuk a Momentumot, mm. és akkor ezzel mm. szemben te meg erre tudnál reagálni. Én azt látom, hogy egy ilyen centrista, liberális politikát folytató párt a Momentum, de emellett még szociáldemokrata gondolatokkal is meg van fűszerezve, és emellett még a zöld politika sem áll távol a Momentumtól. És a momentumnak a definiálásában azt gondolom, hogy az is segít, hogy hova ült be ugye az európai parlamentbe, itt ugye az ALDE pártcsoportnak az EP frakciójába a Renew Európa írt, vagy ült be, és még ez viszont egy kérdés még ezzel kapcsolatosan, hogy Emmanuel Macronnak a pártjához szokták hasonlítani Momentumot néhányan. Legalábbis én ezt hallottam először, hogy ez szerinted mennyire egy ilyen valós politikai előképe a Momentumnak, az ő reneszánsz pártja, illetve, illetve mit gondolsz erről a definícióról, hogy centrista, liberális is, de szociáldemokrata és zöld is, hogy ezt te hogy határoznád meg, hogy ebből adódik az, hogy azt mondja mondjuk Ungár Péter, hogy, hogy vezetetlen össze-vissza, meg hogy nincsen ideológiájuk? Ideológiátok, bocsánat. A Momentum születés a pillanatában Egyértelműen egy centrista párt volt. Centrista párt volt abban az értelemben is, hogy rendkívül sokszínű volt a tagsága. A tagsága alapvetően, vagy az aktivista hálózata alapvetően úgy szerveződött, hogy a rendszerváltást követő időszak addigi politikájából kiábrándultak. Közül jobbról és balról is, népiek közül, urbánusok közül, konzervatívok közül, szociáldemokraták közül nagyon sokan érkeztek a momentumba, mint egy új, friss erőhöz, amiről azt vélemeztek és azt remélték, hogy gyorsan áttörést tud elérni, mm -hmm. és, és egy magas támogatottságot elér. És egyébként pedig nyilván ezek az emberek a maguk csalódottságát politikai ideológiai szempontból, politikai gyakorlat szempontjából behozták a pártba. De hát ugye szerintem minden ilyen új pártnak vagy új politikai mozgalomnak az életciklusához tartozik, hogy ez idővel ö, részben ezek leomlanak a pártról, részben van, aki ebben is csalódik, tovább lép. Tehát ez mindig van egy nagy fölhajtóerő ilyenkor, és aztán szépen letisztul ez az egész folyamat. Én azt gondolom, hogy miközben továbbra is a Momentum egy alapvetően mérsékelt párt, tehát a mi szakpolitikai javaslataink, a mi ideológiai alapú politikai javaslatunk vagy programunk az mindig egy mérsékelt vízió mentén szerveződik, tehát és én azt is értem, hogy a nyilvánosság mai szerkezetében ez egy komoly gátja annak, hogy sok embert érje, hiszen mm. polarizálódik a nyilvánosság, polarizálódik a média, a közösségi médiában gyakorlatilag azokat az üzeneteket jutalmazza mindig az algoritmus, ami vagy rendkívül élesen megosztó, vagy valami morális alapú felháborodás generál hasonló dolgokat, ez mindig a szélsőséges üzeneteknek kedvez. Egy mérsékelt centrista párt nehezen tud versenyezni ezeken a platformokon. De a mi programunk, ugye bárki elolvassa, ugye az összes programunk elérhető 2018-tól cikk visszamenőleg, abban mind-mind ilyen alapvető mérsékelt javaslatokat talál amiben vannak igen szociáldemokrata elemek is, vagy kifejezetten szociálisan érzékeny elemek, mm. szerintem vannak kifejezetten progresszív és zöld elemek is ebben a programban, vannak benne alapvetően liberális elemek is, és szerintem ezek vannak túlsúlyban. Ugyanakkor például, ha Macronhoz hasonlítjuk a Momentumot, akkor szerintem jóval kevésbé technokrata és neoliberális mm. a Momentumnak a, a gazdaságpolitikája. Én, ha a magyar politika történetből valakihez hasonlítani kellene, és ez ugye egyrészt mindig veszélyes, mert minden politikai képzettársításokra ad lehetőséget, másrészt meg könnyíti szerintem a megértést. A Momentum jelenleg a, az életciklusában és a politikai programjának a fejlődésében nagyjából ott tart, és talán leginkább ehhez tudnám hasonlítani, ami a 90 és 92 közötti SZDSZ-t jellemzi, ez még a Sol féle, én az ő nevével félmjelezném ezt, az ez egy szociálisan nagyon érzékeny, ugyanakkor társadalmi kérdésekben konzekvense és koherensen liberális program volt. Ugye ez a 89-es SZDSZ programot, szerintem érdemes ilyenkor elolvasni, nyilván uh, annak megvannak a ma már anakronisztikusnak ható, hmm. vagy éppen megint nem túl anakronisztikusnak yeah. ható megint elemei, aktuális. de én ahhoz hasonlítanám leginkább uh, ennek a pártnak a, a programját, hogy a nyilvánosságban ez hogyan kereteződik, és milyen esély van, mondom, egy ilyen alapvetően mérsékelt programnak a Egyáltalán mennyi esély van szakpolitikákról és programokról beszélni a nyilvánosságban, és ezeket versenyeztetni, vagy mennyire az ilyen hát teljesen nem és személyeskedő, mm. meg minősítgető érvelések törnek át a, a, nyilvánosságnak az üvegplafonján. Az egy másik kérdés, és is mondom, a hatékonyságot szerintem korlátozza. De ha erről kell beszélgetni, vagy ha Ungár Péter bármikor vitatkozni szeretne velem, ami erről eddig mindig elfutott, akkor szerintem... Igen, te, te nyitott lennél erre? én, én általában mindenkivel nyitott vagyok, tehát én nem szerintem egy politikusnak ez a feladata, hogy leüljön és beszélgessen a világról, meg az országról, akár más politikusokkal, és vagy egyetértsen bizonyos kérdésekben velük, vagy vitatkozom velük bizonyos kérdésekben. Tehát én nagyon élesen ellene vagyok annak, hogy a politikából igyekezzük írtani ezeket a vita mert ha az ellenzék ne vitatkozzon egymással, mert azt a választók. A fidesz meg nem tudunk levitatkozni, mert tehát én még emlékszem azokra az időkre, sajnos annyira már nem vagyok fiatal, hogy ne emlékezzek arra, amikor a 2014 előtt ugye a jobbik ebből a szempontból karanténba volt zárva a magyar nyilvánosságban, hogy nem tudom, nem mentek el egy tévűsorba jobbikos politikusokkal, mondjuk baloldali akkori politikusok. Hát nem úgy emlékszem, hogy ennek a jobbik támogatottságára Ö, negatív hatás lett volna, Sök. inkább ugyanis, hogy pozitív hatása volt e e ennek a típusú kirekesztésnek. Ezek nem működnek. Tehát ha elfutunk a vitákkal, az nem jó. Volt néhány ilyen lehetőség, amikor a, a például Péterrel is levettünk volna együtt, ő azt mondta, hogy ő velem nem, de a Donátonával vagy a Gerencsér szívesen mondtam, hogy tőlünk meg csak én fogok veled, tehát hogy szóval nem. nyilván ennek van egy ilyen politikai vetülete is, de nem futunk el ezzel Ez tök jó. Ez nagyon jó, meg te nagyon sok ö, helyen most már meg is jelensz az ATV-n belül, ott vannak ilyen vitaműsorok, amit én nagyon üdvözlendőnek tartom, és tök jó, hogy ott le lehet ültetni ellenzéki figurákat, és akár kormánypárti vagy kormánypárti érzületű embereket, és akkor ott vitáznak szakpolitikai dolgokról, vagy aktuális történésekről. Én ezeket nagyon szeretem nézni, és tök jó, hogy ezekben megjelensz. Még visszatérve egy pillanatra a Macronhoz, hogy micsoda párhuzam vonható mondjuk Momentummal, a reneszánsz pártjával kapcsolatosan, az ugye, egy, ahogy említetted, egy nagyon kemény neoliberális technokrata párt, a a momentumon viszont ezt nem igazán érezni. Nagyon komoly kritikával illeted a, a nagytőkét, a cégeket, vagy hát így ennek ellenfeszülsz, és azt szeretném kérdezni, hogy hogy mit, mit gondolsz a, a globális nagytőkéről való viszonynal kapcsolatosan, vagy akár a feltőkésített magyar nagytőkésekről? Mert ez ugye ellentmondati uh -huh. uh, Mákronos párhuzamotoknak elég erősen. Ja egy picit messzebbről nézzük az egészet, és ezek nyilván mindig nagyon bonyolult kérdések a felszínen, aztán a felszín alatt meg szerintem, és ez a politika feladata is, szerintem viszonylag egyszerűen leegyszerűsítetők a, a, nagy. És ez a, ez a mi, feladatunk, mi, feladatunk ez, hogy bonyolult kérdéseket, hmm. a valóságot megtartva, azt leegyszerűsíthetjük a választók elé tárni. És ebben a kérdésben én látok egy ilyen vonalat. A globalizációnak, meg a globális kapitalizmus elterjedésének a világban, kifejlődésének a világban, Franciaországban több nyertese van, mint vesztese, Mondom, kicsit egyszerűsítek, hát, de szerintem alapvetően Franciaország az egy gazdag társadalom, sokan élnek jól, és persze mondom, ebb ebből a szempontból lehet, hogy nem Franciaország a legsikeresebb állam a világon, de hát ő azért ennek egy nyertese ennek a folyamatnak, mondjuk ki. Ezért ott egy technokrata, neoliberális pártot csinálni politikailag kifizetődő vállalkozás, mert, hát. és ez mutatkozott meg a legutóbbi választásokon is, többen vannak, akik nyernek ezen a folyamaton, tehát ha valaki ezt támogatja, vagy erősíteni szeretné, az politikailag egy kifizetődő vállalkozás. Magyarországon, vagy Magyarország tekintetében a rendszerváltás óta szerintem senki nem mondaná azt, hogy Magyarország a folyamatnak a nyertese. Magyarország egy ebből a szempontból periférikus vagy félperiférikus ország, nagyon erős gazdasági kitettséggel elsősorban a német nagyvállalati szférának, és hát ez, erről mindent elmond a, a munkahelyek minősége, egyáltalán a bérszínvonal Magyarországon, hogy az hogyan alakul a nyugat-európai bérszínvonalhoz képest, milyen típusú munkahelyek települnek ide, és azok milyen jövőképet adnak a magyar lakosságnak. Ezzel párhuzamosan, és ezzel muszáj szembenéznünk, szerintem muszáj lenne szembenéznie azoknak a politikusoknak, meg pártoknak is, akik 1990 és 2010 között jó néhány évet, meg ciklust eltöltöttek kormányzati pozícióban. A magyar társadalom nagy többsége nem gondolja úgy, hogy a rendszerváltási sikertörténet volt, nem gondolja úgy, hogy neki a több szabadság az több jólétet hozott, sőt, azt gondolja, hogy a több szabadság kevesebb jólétet hozott, uh -huh. rosszabb királtásokat hozott. És nyilván ennek van egy politikai oldala is, a Fidesz meg a jobb oldal elvégezte azt a politikai munkát, hogy ez ezzel a csalódás érzéssel összekötötte a liberalizmust, a neoliberalizmust, a nagy tőkét, a multikat, a bankokat, stb. adott, egy válaszreakciót a társadalomban meglévő érzésekre, és megnevezte, hogy kik a hibások emiatt. A politikusokat is részben, meg egyéb más szereplőit a gazdaságnak vagy a társadalomnak. És szerintem már nem jó válasz, ha homokba dugjuk a fejünket. Tehát Magyarországon egy technokrata pártot csinálni, az egy értelmetlen vállalkozás. Az egy buta vállalkozás. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a technokráciából kiábrándultak az emberek, nem hiszik el, hogy vannak. Ilyen szöröstökű profik, akik így majd tudják, hogy mit kell csinálni. Nem hisznek abban, hogy vannak jó válaszok. Nem hisznek abban, hogy kiállnak szakértők, és hossza, hosszú beszédekben elmagyarázzák, hogy megint nagyon nagy baj van, és hát sajnos megint az embereknek kell kifizetni ennek az árát, mert valaki más elrontotta, megunták ezt. És nem arról beszélek, hogy ezek a szakértők nem értenek ahhoz, amit mondanak. Értenek hozzá. Tehát szerintem is fontos, hogy kormányzásból szakértői kompetencia legyen becsatornázva. De politikai szempontból az a politikai válasz, hogy ők, akik most csinálják, hülyék, és majd jövünk mi, akik értünk hozzá, ezt a választók nem hiszik el, mert nekik az a megélésük, hogy voltatok ott, csináltátok, és nem értettetek hozzá. Elvesztett a munkahelyem 2008-ban, elvitt a házamat a bank 2009-ben, a gyerekeim kivándoroltak, mert nincsenek megfelelő munkahelyek itt Magyarországon, és itt tovább, és itt tovább. Van egy alapvetően nagyon erős félelemérzet a jövővel szemben a magyar választók többségében, Félnek attól, hogy mi fog velük történni, félnek attól, hogy mik lesznek a kilátásaik, és erre azt a választ Franciaországban lehet adni, hogy jön egy bankár, aki elkezd kormányozni hmm. hozzáértően, technokratán, nagyon erősen neoliberális, kapitalista jegyekkel, de Magyarországon a rendszerváltás ebbe a szempontból nem volt egy sikertörténet. Tehát erre szerintem egy, főleg egy új, újonnan formálódó politikai erőnek alternatív válaszokat kell adnia. Igen, és ö, egyébként én valamilyen szinten jogosnak érzem azt a kritikát, hogy innen, Kelet-Európából azt mondja az ember, hogy igenis, a bankoknak ki van szolgáltatva ez a régió, igenis a nagytőkének ki vagyunk szolgáltatva, a német autóiparnak, stb. stb., de azt is úgy gondolom, hogy el lehet mondani, hogy itt a rendszerváltás után azért az történt meg, hogy a nyugati modelleket megpróbálták a vezetők egy az egyben átültetni. Lemásolták az intézményeket, lemásolták a médiát, mimelték azt a nyelvezetet, még a politikai kultúrát is így próbálták inautentikusan átvenni, és a 2010 előtti baloldali kormányzáson azt gondolom, hogy, hogy ez a kulturális szolgályság, vagy nem tudom, hogy uh -huh. fejezzem ki, ez volt jelen. A párbeszéden én ma is, ma is valami ilyesmi öngyarmatosító attitűdöt látok. Ugye 2010 után Orbán Viktor pedig egy teljesen más irányba fordult el, átfordult keletre, és egy ilyen puha, autoriter, erőszak nélküli, autokratikus, nagyon felülről irányított rendszert honosított meg. És az, a, az lenne a kérdésem, hogy, hogy hogy lehet úgy európaibbá válni, hogy mégiscsak ezt a kelet-európai identitásunkat megőrizzük, és hogy, hogy azokat a, a modelleket, ide, Kelet-Európára lehessen érvényesíteni. Ez, ennek fogalmam nincs, hogy mi lehet a megoldása előbb erről referáltál, mm. hogy ez, ezt a neoliberális gazdaságpolitikát nem lehet egy az egybe átvenni, több okból sem. Szerintem nagyon, nagyon jó felé kapisgálsz akkor, amikor erről beszélsz. Az Ivan Krastevnek van erről egy remek könyve, ugye Pontosan ez a, a fény ezt... talán ez a magyar címe, mm. amiben erről a másolás kultúráról beszél, és hogy ezek milyen csúnyán buktak meg a közép európai társadalmakban, amikor egyszerűen azt hitta a politikai elit, hogy elég lemásolni azt, mm. amit nyugaton csinálnak, és akkor majd utol fogjuk érni őket. Ez hát több logikai sebből vérzik ez a történet. Tehát ha ugyanazt csinálom, mások, akkor nem fog fölzárkózni hozzájuk, mert hmm. később kezdtem el csinálni ugyanazt, amit hmm. ők csináltak. Tehát ez már szerintem ebből a sebből is vérzik. Nekem egy kiváló példája, nem nagyon mondtam még sehol, csak ilyen magánbeszélgetésekben, mert rendkívül módon tisztelem a Tölgyes Pétert, meg egyébként a rendszerváltó a több tagját is, de hát azért mégiscsak, hogy lemásolunk egy nyugatnémet alkotmányt Magyarországra, amiközben ugye a nyugatnémet alkotmány, meg a német alkotmánynak a történelmi hagyaték, amiből építkezik, az az, hogy erősíteni kell a kormányzó pártot, mert ugye ott a Weimari időszakban ez az egymással civakodó kispártok, állandó kormányválságok, az a történelmi szociokultás tapasztalat, hogy megágyaztak a nácizmusnak, és egy ilyen történelmi katasztrófába sodorták be az országot. Tehát, hogyha ezt ki akarjuk javítani, akkor olyan alkotmányt kell csinálni, hogy mindig elég erősé teszi a kormányzó hatalmat az, hogy megőrizze a, 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 többségét, és tudjon stabilan kormányozni, mert akkor tudjuk elkerülni ezeket az egymásba forduló válságokat, meg közpolitikai válságokat. Ez a történelmi tapasztalat most Magyarországon a történelmi tapasztalat nem az, hogy egymással vetélkedő kis pártok ilyen instabil demokráciát hoznak létre, nem az a történelmi tapasztalat, hogy mindig van egy uralkodó párt, és ebből a szempontból a Csizmadi Ervinék munkáit tudom ajánlani. Egyébként azt hiszem, hogy ez is a címe a könyvüknek, hogy az uralkodó párt, ugye itt a Fidesz kapcsolatban mindig létre, valaki megszerzi a közhatalmat, arra használja, hogy ezt a hatalmat, stabilizálja magát, leválthatatlaná teszi magát, és ez ugyanúgy meg volt a dualizmus korszakában, a horti korszakban az egységes párttal, és ugyanúgy megvan most is a magyar demokrácia, tudom, hogy ezek részleges demokráciák a korábbi történelmi időszakokban, de mindig az történt a magyar hogy egy párt nagyon megerősödött, leválthatatlanná vált, és elkezdte felszámolni egyébként a demokratikus intézményrendszereknek egy részét azért, hogy stabilizálja hatalmát. Tehát a történelmi félelemnek nem annak kellett volna lennie, hogy itt egymással vetékedő kis pártok majd kormányozhatatlaná teszik az országot, hanem hogy lesz egy nagy, amelyik mindegyik másikat uh -huh. uh, igába hajtja és akkor csináltunk egy olyan alkotmányt, ami egy másik ország történelmi tapasztalatára lehet, hogy rendkívül jó választ ad, de a nem is volt benne egy, én cheat kódnak hívom, ez a kettő harmad, de valaki megszerez a kettő harmadot, akkor azt sem, akar. Yeah. Ugye? És uh, akkor persze azt gondolták, hogy soha nem szerez majd senki egyedül kétharmadot, meg ugye a 94-98 közötti koalícióban hát így volt a kétharmad együtt, de hát nem méltünk vele, mert ez egy más történelmi korszak volt, négy évvel a rendszerváltás után egy szocialista utódpárt, egyszerűen nem tehette meg az akkori politikai klímában, a, még az európai csatlakozás meg integráció előtt egyszerűen nem tehette meg azt, hogy elkezd akár látszólagosan is visszajönni ezzel a politikai felhatalmazásával, de hát ezen túl voltunk 2010-ben. És az is egy egyébként szomorú történelmi tapasztalat, hogy és erre nyilván az Európai Unió azóta reagált, hogy mennyivel könnyebb akkor kordában tartani jogállamisági szempontokból, vagy a helyes pályán tartani, vagy ösztönözni arra országokat, politikai rendszereket, hogy a helyes pályán maradjanak még a csatlakozás előtt. Hiszen akkor még van egy hmm. uh, furkósbot az unió kezében, hmm. hogy ha nem ezt csináljátok, akkor nem fogunk benneteket fölvenni. Szerbia kiváló példa erre. De ugye felismert Orbán Viktor, hogy miután csatlakoztunk, nincsen eszköze az Európai Uniónak. Hát ugye azóta kifejeztették az eszközöket, nem adunk pénzt, de azért az a meccs még nincs, nincs lejátszva, meg ez nyilván csomó másik kérdést kinyit. Tehát, hogy ez a másolás kultának vannak ilyen, szerintem nem, nem egyszerűen átlátható, de mégis nagyon szomorú következménye a magyar közjogi rendszerre, aminek a következményeit hát most nyögjük 2010 óta. De hogy, a, de hogy az eredeti kérdésre is visszatérek, azért vannak itt a térségben szerintem jó példák. És és ezek abból a szempontból széttartanak, hogy lehet, hogy Lengyelország mondjuk politikai szempontból nem egy jó példa. Bár egyébként éppen most a lengyelországi választásra készülve és olvasva az erről szóló cikkeket, hát összehasonlíthatatlanul kiegyensúlyozottabb a politikai verseny Lengyelországban. Még így is, hogy azt szokás mondani, hogy ott a PISZ, az egy Fideszhez uh -huh. nagyon hasonló igen, politikát igen. visz, és hasonlóan erős az ő az ő bázisa, és hasonlóan próbálja korlátozni a demokratikus intézményrendszereket, de hát ebbe koalícióban kell kormányoznia. Valószínűleg ezután a választások után is, ha egyáltalán nyernek, koalícióban kell egy valódi koalícióban, tehát nem Fidesz-KDNP koalícióban, ami lényegében egy párt. De hogyha ezt félreteszek akkor is uh, gazdasági szempontból Lengyelország az egy sikertörténet. Jóval inkább sikertörténet, mint Magyarország, pedig egyébként nem indultak jól, és nagyon sok kihívással küzdöttek egészen mondjuk a 2000-es évek közepéig. De éppen ezekben a válságos évtizedekben, 2008-9, meg a mostani időszak, Lengyelország jobban szuperált. Nézzünk rá Varsóra és Budapestre, hogyan nézett ki Varsó 1990-ben, meg Budapest, meg hogyan néz ki most. Mm. Tehát a Varsóban azt hiszem, hogy egyetlen metróvonal volt 1990-ben, most meg van hét, és lehet, hogy nem pontos számokat mondok, de nagyságrendileg. Tehát nagyságrendileg. De nézzük meg Szlovéniát, ami persze egy kisebb ország, mint Magyarország, más típus adottságai vannak, ugye egy, nagyjából Budapesti vagy egy budapesti agglomerációnyi szlovénia lakossága, de hát az gazdasági szempontból szintén egyébként társadalmilag is inkább, pedig ott is van egy Janez csak mégiscsak egy sikertörténet. Azt látom, hogy, hogy Szlovénia zárkózik. Ott van Csehország, ami persze történelmi szempontból más adottságokkal, ipari tradíció ország, más, közelebb van Nyugat-Európához, a mások a gazdaság alapjai, de hát Csehország eléri az uniós átlagfejlettséget. Azt hiszem most már 90-valány vannak. Hm. Uh, min, ugye miközben Magyarországon a, az összes régió közül egyedül Budapest az, ami meghaladja az EU átlagos fejlettségét, de mondjuk Pest megye is 51 nehány százalékon van, területek vannak, és nincsen lesz, olyan nem. régió, még a nyugat-dunántúli régió sem értem, amikor legutóbb ezt néztem, a 75%-át az uniós átlagos fejlettségnek, ugye a GDP szerint. Ugye így osztály ezek a régiókat, hogy 75% alatt vannak a alacsonyan fejlett régiók, vannak a 75 és 100% között az ilyen transition régiók, amik ugye éppen felzárkóznak már is nagyjából hasonló és 100% fölött vannak a fejlett régiók. Ezek más, ezek adják ki azt a képletet, ami alapján meghatározódik, hogy egy ország mennyi EU-s pénzre jogosult a kohéziós politikából. Hát Magyarország az összes régió Budapest kivételével 75% alatt volt. Ez már ez igazából Románia és Bulgária szintje. Tehát mm. a 20 legkevésbé fejlett régióban volt négy magyarországi régió mm. a hétből. Tehát ennél pontosabb látlelet annak, hogy itt valami nagyon elromlott a rendszerváltást követően, szerintem kevés van. Mm. És egyszerűen csak azt csinálnánk, amit más országok. Tehát, hogy... és, az, és ami különbség, tehát Lengyelországban tudsz mondani olyan lengyel vállalatokat, amik lengyel tulajdonban vannak, nemzetközi piacon versenyeznek, és sikeresek. Most mit tudom, mondom a CCC-t, ami egy ilyen cipőkereskedő cég, de nem tudom, lehetne másokat mondani. Csehországból ugyanígy tudunk mondani uh, hasonló cégeket. Szlovénia szintén ezen az úton jár. Magyarországon egyszerűen a nemzeti tőkés Osztályi építése, hát ezen nevettem a legnagyobbat nyáron, persze sírni kéne rajta, hogy azt mondja a Gergő, hogy kéne még 30-40 mészáros lőrinc. Miért hát, ha ugyanazt a nemzeti vagyont, vagy közpénz tengert, amit kibon, kiborítanak ezekre az emberekre, azt 30-40 felé osztanánk, akkor, akkor az... Annál is nem lenne inkább több pénz, le nem le lenne, le több... lenne, betonozva a Fidesz rendszere. Csak ez nem tudom, hogy miért lenne hát, csak jó akkor így az nem tudom, 30 -ad, 40 ed annyira gazdag de nem a Mészáros Lőrinc. Mert hogy, tehát, hogy ezek az emberek nem termelnek ugye, hozzá a értéket, nem termelnek hmm. abból a szempontból profitot, ami azon túlmutatna, hogy szétosztják, újraelosztják a nemzeti vagyont, vagy megkapják az útdi használati koncesziót. Hát bocsánat, de itt lemegyek az utcára, és odaadom ezt egy random embernek, ő is profitot fog belőle teremteni, mert hogy nem kell hozzá egyébként semmit, csak az államnak a jóváhagyása, hogy az állam lemond bizonyos jövedelem, és odaadja azt valakinek. De mondjunk egy olyan cégét Mészáros Lőrincnek, nemzetközi piacon versenyez, innovációval, teljesítményen hozzá a értékkel, kilépett a nemzetközi piacra, és ott megáll a saját lábán. Nincsenek ilyen cégei. Nem is ez a cél. De ebből nem lesz nagyobb nemzeti vagyon. Ebből nem lesz. És persze lehet ilyeneket trükközni, hogy, 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 hogyan lesz nagyobb a GDP. Szegény Pete Péter már nem él, ő mondta ezt a legendás mondatot, hogy ha ások egy Baromi nagy lyukat a város közepén, abból akkor is nő a GDP, de attól mi nem mások egy nagy lyukat a város közepén. Tehát, hogy. <laughs> szóval lehet ezekkel trükközni. De valójában, amikor az ország közötti versenyfutás zajlik, akkor ezek mindig, mindig kibuknak de ez egy ilyen üres nemzeti büszkeség tudatnak a, a meglovagolása, úgy gondolom, hogy nézzétek meg, vannak ilyen nagy tőkések, akik mit tudom én, mekkora vagyonnal rendelkeznek, ha lenne még 20-30 ilyen, akkor látnánk, hogy a magyar gazdaságban milyen figurák tudnak megmaradni. Nyilván nem ögé már az emberek nem néznek be, és akkor nem végzik el ezeket a számításokat, hogy miből is vannak ezek, ez a, ez a szomorú része, és nekem van egy ilyen személyes veszőparipám, erre szeretnék rátérni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit mondanál erre, hogy miképpen definiálható az Orbán rendszer, a, a nemzeti együttműködés rendszere. Nekem így nagyon beakadt az, amit a az LNP társelnök a Kanász Nagy Máté mondott, hogy ez egy vezérdemokrácia, ami szerintem valami olyasmire utal ezáltal, hogy a nyugati demokráciák közül egy ilyen különc, egy ilyen, Figura, aki nem áll be a sorba, ezzel szemben a radikálisabb, ellenzékibbek, mondjuk a Márkizai Péter, meg a Dobrev Klára, akik hangzatokban mondjuk radikálisabbak, azt mondják, hogy ez egy diktatúra, ami úgy gondolom, hogy teljesen elinflálja a diktatúrának a jelentését, és semmiféle párhuzam nem vonható a 20. századi elnyomó erőszak alapú zsarnoki diktatúrákkal kapcsolatosan. Én a én a Szergei gurijevnek a Spin kötetében megfogalmazottakkal tudok egyetérteni, illetve azzal, hogy ez egy választásos autokrácia, és, és nehéz is megnevezni, ugye, hogy, hogy, mi ez, mert ilyen nem volt a történelem során, ez most a 20. század végén kezdett kiépülni, és a látszik már így különböző országban, különböző példákon keresztül bemutatva, hogy mi is ez. Te mit gondolsz erről? Tudom, hogy ö, azt hiszem, ö, valahol idézted már, hogy te, te is olvastad ezt a Spin uh -huh. Diktátorok című kötetet. Mit, mit gondolsz erről? a szó történetet az? meséltem ebből, belőle, amikor talán Gulcsáv egy ananásszal kezében kiállt és mondta, hogy ez egy narancs, vagy nem tudom, pontosan egy répa cékla, és hogy akkor arról beszélt egy hétig, hogy mennyire hülye, amikor az igen. nem is az. Na, de hogy, és, és ő megröhögött a markába, hogy, hogy addig, most a venezuelai igen. média erről fog beszélni egy hétig, és hogy összekeverte igen. a céklát a répával, és addig se kell arról beszélni, hogy a gazdasággal a mi pontosan. helyzet És ez tökéletes, azért. Tökéletes analógia szerintem. Igen. Egyre több ilyen húzását lehet felfedezni a Fidesznek. Én azt gondolom, hogy sok defi meg Van ez a definíciós vita, és én is tudok menni a körösenyondásságnak ezzel a vezérdemokrácia elméletével, a választásos autokrácia elméletével is tudok menni. Nagyon egyetértek azzal, amikor azt mondod, hogy ne infláljuk el a, a diktatúra kifejezést. Én szerintem ez egy kifejezetten rossz ízű és rossz májú kifejezés is, kifejezetten. Nagyon erős szavakat akarunk használni, azt mondanám, hogy egy sértő azokra, akik nem tudom, a 20. Abszolút, században mondjuk abszolút. diktatúrák áldozatai voltak, hogy ahhoz hasonlítjuk ezt a rendszert is, szerintem. És őként politikailag sem kifizetődő. Tehát az a baj ezekkel az ellenzéki mondások, hogy ezekre egy lépésből lehet mattot adni, mert kedves Klára, diktatúra van, akkor miért indulsz el a választáson? Ugye, hát diktatúra, hiszen enne nem nyerhet. Ezt a Gulyás Márton megkérdezte tőle, és erre azt mondta, hogy miért, Marci, hát mit csináljak? Akkor üljünk hát, otthon? De hát ez a sakma, tehát erről lehet persze, lehet válaszolni, de attól még mattot kaptál ebből a kérdésből. szerintem az egy fontos jellemző ennek a rendszernek, hogy a választói, a, tehát a magas fokú, nagy volumenű választói felhatalmazást igényli. Anélkül nem működik. Ebből a szempontból mondjuk a, lehet, hogy a többség zsarnoksága, vagy a többség autokrácia kifejezést nem rá. Ugye ötödik osztályban tanuljuk meg, ha jól emlékszem, általános iskolában az aténi demokrácia kapcsán, hogy mi a különbség a modern demokráciák és a ókorban demokráciának nevezett, de mai tudásunk alapján abszolút nem demokratikus mm. rendszerek között. Az, hogy az aténi demokrácia az a többség zsarnoksága volt, miközben ugye egy csomó aténi lakos körül lakók, stb. ki voltak zárva a politikai döntéshozatalból, de azon belül is a többség zsarnoksága működött. Tehát a cserépszavazásra azt mondták, hogy XY-t akkor száműzzük, akkor XY-t száműztük. Lehet, hogy hmm. csak egy cserépszavazattal kapott többet a másik, de de nem volt ugye, ebbe a szempontból fék hmm. és ellensúly, és ez a mai felfogásunk alapján nem demokratikus. Igen. Nyilván az emberi jogok még nem voltak értelmezve. Abszolút. De, akkor igen. És ebbe a szempontból ehhez nem. Okay. Tehát, hogy a, a Fidesz rendszere igényli a választói felhatalmazást, tehát, hogyha nekik nem tudom, nem 3 millió, hanem 1,2 millió szavazójuk lenne, akkor ez nem működne ebben a formájában. Nem véletlen, hogy a, a, a nagyon nagy mértékben támaszkodnak a nyilvánosság uralására, akár ilyen nagyon banális példákkal, amit most kicsit kisarkítva elmondtunk, de hát amikor a Elsimon László vitatkozik a Lázár a Horti Miklósról, azt én a hasonló kategóriába sorolnám, mert ez a kit érdekel kategória, de tudnék még ilyen, ilyen úgynevezett gumicsontokat mondani az elmúlt évekből. De az egész mégiscsak arról szól, hogy amikor igazi fajs, nagyfajsúlyú politikai vitákat kezdeményez a Fidesz, és ugye mivel megvan hozzá a politikai ereje, és a nyilvánosságban is megvan az a holdudvar, meg az a tér, amit elfoglalva ők tudják irányítani, tematizálni a közbeszédet, azok mindig olyan ügyek, amiket jó előre megmérnek és legalább 70-30-as többségben vannak ezekben az ügyekben. Tehát emlékszem néhány évvel ezelőtt, amikor fölmerült, és akkor bedobják ilyen alacsonyabb ö, szintű fideszesek, amit a halálbüntetés, hogy vissza kéne a halálbüntetés. Általában valami ö, nagyon megbotránkoztató bűneset kapcsán jön ez elő, mm. és akkor mindig előjön valaki, erről születik néhány cikk, elindul erről valamiféle vita, akkor megmérik, és akkor én azt hallottam, hogy hát az nem volt jó téma, mert csak 55-45 volt a nyilvánosságban. Hú, és az már nem jó téma. Az nem, elég, az nem elég nagy többség. Uh -huh. Tehát folyamatosan olyan témákat kell a politikai ö, napi napirendjén tartani, amiben az ő álláspontjuk 70-30-as többségben. És akkor előállítod azt a szituációt, hogy az ellenzék vagy ugyanazt mondja, amit te, ugye? Akkor, ugye ennél jobb ellenzékre hát, ugye nem is lehetne számítani, ami igazából egyetért velünk, csak nem tudom, kevesebbet lopna. Hát oké. Okay. Vagy pedig az, hogy belenyomod az ellenzéket egy olyan téma képviseletében, nyilvánosságban, aminek igazából nincsen társadalmi támogatottság, vagy annyira szűk a társadalmi támogatottság, hogy abból nem tudsz aztán többséget építeni választásokon. Szóval ebből a szempontból én, én kicsit mondom ezt a, ezt a, ezt a definíciót, tudnám, tudnám erre mondani. Egy nagyon erős média nyomáson alapuló, de a választói támogatottságot, a széleskörű választói támogatottságot minden pillanatban erősen igénylő és nagyon vezérfókuszú, vezérközpontú autokrácia mm, van. Ez jó, ez nagyon tetszik ez a fajta megfogalmazásod. És itt hadd hát térjek rá a szerintem, hogy mi is, mi is az ellenzékiség Magyarországon. Ugye ez, ezt én abban látom kikristályosodni, hogy hogy fogalmazza meg valaki magát egyrészt Orbán Viktorral szemben, ami ugye elég egyszerű az ellenzéknél, de szerintem az is nagyon fontos, hogy Gyurcsány Ferenccel szemben hogy határozza meg magát az ellenzék, vagy egy ellenzéki figura. A Lukács Györgynek jutott eszembe egy mondása, vagy egy kérdésfelvetés, egy ilyen filozófikus mm. kérdésfelvetés, hogy Belzebubbal ki lehet-e űzni a sátánt ami ez így nagyon erősnek, irodalmiasnak vagy filozófikusnak tűnhet, és ő ugye a 20. század elején a, a vörös-fehér bolsevik forradalom, illetve ellenforradalom kapcsán tette fel azt a kérdést saját magának, hogy rossz eszközökkel lehet -e egy jó cél érdekében küzdeni, és kezdetben azt mondta rá, hogy nem, ez nem szabad, majd később felülvizsgálva a saját álláspontját úgy volt, hogy igenis Belzebubbal összefog, és erőszakot alkalmazva fogja érvényesíteni a saját igazát. És szerintem az ellenzékiségnek ez az egyik nagy-nagy kérdése, hogy Beelzebubbal össze lehet-e, össze kell-e, össze érdemese fogni azért, hogy a sátán ki lehessen űzni, illetve hogy le lehet-e váltani Gyurcsány Ferenccel, vagy addig, amíg Gyurcsány Ferenc a színen van, Orbán Viktort. Hát ezzel kapcsolatban van 13 évnyi tapasztalat mögöttünk, én erősen kötődöm a sporthoz, szeretem a sportot, és egy nagy vívmányának tartom a 20. századi társadalomnak, popkultúrának és minden egyébnek a sportot. Szeretek sportos hasonlatokban beszélni. Szerintem az eredményjelző nem hazudik. Én annak idején iskolás koromban úsztam, és azért szerettem az úszás, mert az egy őszinte sport, tehát az ember beleteszi a munkáját, elvégzi, elindul egy versenyen, lehet akár hanyadik, de a végén fölnéz az órára, és az órán mm. ki van írva az igazság. Ha jól dolgoztál, akkor jobbat úsztál, mint korábban, ha nem dolgoztál egy akkor meg rosszabbat túsztam, mint korábban ebből a szempontból igazából tényleg egyedül vagy, tehát ebből mondom, ez a legőszintébb és legtisztességesebb sportok egyik, én nagyon szeretem. De hát mégis a politika is ilyen, hogy, hogy az a végén kírnak egy eredményt, és az nem hazudik. Hmm. Ezt utolsó sportos hasonlat elnézést, mert nagyon bele tudok nézni. a sport. Nyom, nyom, gólra játszák, bocsánat. Tehát lehet itt nagyon szép körön passzokat adni a saját térfelünkön. Ha a végén izé 3-0 van, én nem tudok menni az Urbány Istvánnal, aki azt mondja, hogy gólok nélkül értékeljük a mérkőzést, mert <laughs> ez gólra játszák. Ezt egy 0-6-os meccs után mondta az Urbánya új, Azóta is emlegetjük baráti körben. hát nyilván, aki kikapsz 6 0 akkor gólok nélkül szeretnél értékelni a meccset, csak úgy nem sok értelme van. Szóval van 13 év tapasztalatunk. Ugye nem ez adja a fő tehát nem ettől nehéz ez a kérdés, mert ha mondom, ránézik az eredményjelzőre, hát, hát, nem lehet levált. Ott van, hmm. fontosan a szerepe, az egyik legfontosabb hivatkozási pont a Fideszes világgal szemben, bármit csinál, hírértéke van, elindítja a TikTok csatornáját, hírértéke van, kiáll, hogy akkor holnap elhozza Orbán Viktor Svájci bankszámláját, hírértéke van, nyolc éve várjuk a holnapot. Tehát nem, és nem tudom, hogy mi történt. Tehát egyik nap bement az, szerintem nyolc éve lehetett kb. bement az ATV-be, hogy akkor holnap hozza a bankszámlát és eltelt nyolc év, és így nem, de senki nem kérdezte még meg, hogy mikor van az a holnap felé, vagy... Tehát, hogy de egyszerűen ez egy adottság. Ő egy volt miniszterelnök, egyébként nyilvánvalóan rendelkezik a közéleti szerepléshez szükséges képességek közül. Jó néhányal lehet, hogy sok más ellenzéki szereplő képest ezek a képességek jobbak is, ezt el kell ismerni. De hát az eredményező meg azt mutatja, hogy nem lehet vele leváltani. Nem ez a nehéz ebben a kérdésben. Az a nehéz, hogy közben azt látjuk, hogy az ellenzéki oldalon az elmúlt 13 évben a mögötte álló politikai közösség folyamatosan erősödött, van egy ilyen percepció, hogy mögötte van egy erős párt, amelyikként választásról választásra képes növekedni, és ez egy olyan politikai teljesítmény, ami rajta kívül nem igazán mondható el más ellenzéki szereplőről. És ő ezt fordítja ilyenkor mindig vissza, hogy oké, okay, én nem vagyok elég jó, velem nem lehet nyerni, de hát a többiek még nálam is rosszabbak, nézzük meg az eredményeket. Szerintem ez egy... De hogy ez a maga a kérdés feltevés szerintem valid. Ugye azt két megnézni, hogy nyilván ő, mint volt miniszterelnök, a, a, körülötte lévő emberek, akik mind volt államtitkárok, miniszterek, országgyűlős képviselők, stb. Tehát egy viszonylag hosszú időből táplálkozó politikai tapasztalat, rutin, beágyazottság segítőket. Tehát ez nem egy, nem egy olyan új párt volt a DK, mint a Momentum, hogy fiatalok összeverődtek, és azt gondolták, hogy akkor elkezdünk politizálni, megtanuljuk a politikát, elkövetünk egy csomó hibát, Uh, amiket muszáj elkövetni ahhoz, hogy egyáltalán beletanulja be az egészben, hogyha nem követed el a hibákat. Tehát, hogy ez egy természetes életciklus. A DK nem így indult. Az egy establishment politikusokból, rutinos politikusokból álló párt, de éppen kiszakadt az anya pártjában. És ha kicsit messzebbről nézem az egészet, ami mondom, sokszor hasznos, én azt látom, hogy mondjuk 2014-hez képest most nem az MSPH 20%-on és a DK 2-n, hanem fordítva vagy nem is 20-16, vagy nem tudom. És ez a nagy kép szempontjából, hogy a kéket, vagy a pirosat kékre festettük, a, és fordítva az egyébként úgy pontosan is. mivel vitt minket közelebb bármihez? Uh -huh. A Gyurcsány Ferencet közelebb vitt az ezüstéremhez, és ha valaki ezüstéremre játszik, az, az, egy, az egy fontos szempont neki, de nekem, és ha most nem politikusként beszélem, hanem választópolgárként, who cares? Bocsánat. Nem változott semmi, a színek változtak. Uh, és hát igen, ebből a szempontból ez egy nagy ellentmondás. Uh, nyilván mi is hoztunk ebben egy döntést 2022-ben, 2019 környékén, amikor szerintem, hogyha reálisan nézzük, nem volt politikai alternatívája annak, hogy az ellenzéki pártok megpróbálják legyártani azt az összefogást, vagy azt a politikai szövetséget, amiben végre egy az egy ellen meg lehet méretődni a Fidesz-szel. Kicsit van olyan érzésem, hogy az ellenzék, mindig a négy évvel az előtti választásra szóló szóra. stratégiát gyártja le. Tehát ugye 18-ban ezt kellett volna csinálni, az akkori politikai helyzetben, ami sok szempontból más volt, mint a 22-es, de akkor nem csináltuk meg, akkor legyártjuk 22-re. De 22-ben már nem működtesse, mert az 18-ban működött volna. Uh -huh. Ugye? Vagy 18-ban meg legyártottuk a 14-es stratégiát, amikor az esélyes jelölt, már nem tudom. Tehát, hogy mindig egy ilyen négy éves fázis késésben van, a, van az ellenzék, de ezt utólag látjuk meg, az eredményből elemzünk, és azt mondjuk, hogy hát nyilván az eredmény nem jó, akkor nem, nem jó, amit csináltunk. De akkor szerintem 19-ben ennek valójában nem volt alternatívája. Egyszerűen olyan elsőprő igény mutatkozott arra, hogy ezt le kell gyártani és meg kell csinálni, hogy aki ezt nem akarta megtenni, gondoljunk az lmp re 18 és 19 között, hogy ott egy 700-os pártból hogyan lett kettő, meg mi történt a belső vitái kapcsán a nyilvánosságban, és az vagy akár a jobbik, hogyan lett egy 20%-os pártból egy év alatt 6%-os párt, azért, mert a akkori nyilvánossági percepcióban az volt, hogy miattuk nem jött létre az összefogás, tehát őket megbüntetjük az újabb négy éves Orbán kormányzásért. De attól, mert akkor ennek nem volt alternatívája, attól ma most még egy másik politikai helyzetben élünk. Ma az a politikai percepció a választók sokasságának, hogy az sem működött. Hm. És hogy ez hogy válik el? Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy azért nem működött, mert nem fogtatok össze eléggé, hogy igazából ez csak egy ilyen látszat összefogás volt, és nem tudom, a hat párból a három az csak befogta az orrát, és úgy csinált, mint a dolgozó, de valójában nem dolgozott. Vagy azért nem működött, mert hiába fogtatok össze a vezető, az vezetőről kiderült a kampányban, hogy súlyosan és teljesen alkalmatlan egy ilyen vezetői szerepre, vagy valaki azt mondja, hogy ez mind igazából viszonylag jól működött, persze voltak hibák, de hát a háború bejött, és kész, nem tudtunk mit csinálni. Ezek már nagyon megosztó percepciók, és mindegyikben van szerintem valamennyi igazság. Csak hogy megváltozott ez a, ez a politikai klíma, de akkor de attól függetlenül akkor annak szerintem nem volt politikai alternatíva, és aki azt mondja, hogy az akkor egy rossz döntés volt, az az, az utólagos okoskodásnak a luxusával él ilyenkor. Uh -huh. És egyébként én itt Gyurcsány Ferencnek a, a, sz, a szerepét, vagy az ő motivációját meg tudom érteni, mert ő tényleg úgy van, hogy ő az ellenzék vezető ereje, hát kérem szépen, itt engem le lehet győzni, bárki indul a választáson, aki nagyobbá tudja kinövekedni magát, mint a DK, az lehet majd a Fidesznek a kihívója. Ő önként ugye nem fog távozni a politikából, azt gondolom. Kérdés, hogy lesz-e egy olyan párt, aki rákényszeríti majd a Momentumnak igazából ez a célja? Vagy hogy, hogy hogy lehet meghatározni a Momentumnak így a távlatos terveit, hogy le lehet-e váltani anélkül, hogy először Gyurcsányt váltaná le az ellenzékbe. Ugye ez volt az MZP-nek a kampány uh -huh. szlogenje, hogy először le kell váltani az ellenzéket, és utána ugye a Fideszt. Ezt nagyon gyorsan meg is tette. Ugye látjuk, hogy most már nincsen is pozíció vagy Gyurcsány Ferenc, hát de hogy nincs. Hogy ezt így, hogy lehet megoldani? Mik, mik a lépései ennek? Illetve ezt, én, bocsánat, még annyit, uh -huh. hogy 2026-ra én azt gondolom, vagy 2026-ban csak annyi történhet meg, hogy tisztul kicsit az ellenzéki tér fel, hogy kirostálódnak azok, akiknek nincsen valóságos támogatottságuk, és akkor a jelen állás szerint mondjuk megmarad ugye a DK, a Mi Hazánk, Momentum azt gondolom, talán belép ide a két farkok kutya de hogy az összes többi el fog tűnni, az, mm. az szerintem meglehetősen plauzibilis szenárió. Vagy. Igen, ez ugye sosem egyértelmű. Tehát 2019-ben az NP 200-ot kapott az LP választáson, ha ebből indulunk ki, hogy tisztul a mezőny, akkor ilyenkor az én szempontomból logikus következményének az lett volna, hogy akkor a, ők a következő mondjuk országgyűlés választásokon már nem rendelkeznek saját frakcióval nem ez történt. Én a mai napig nem értem, hogy miért nem ez történt, és most nem ilyen LMP ellenes kirohanásokat akarok intézni, hanem egyszerűen az elemi logikám ez valahogy nem fér össze, és az, arra akarok ezzel figyelmeztetni, hogy ez magától nem fog előállni. Ez egy politikai feladat, valaki ezt egy fontos politikai feladatnak tartja, és nem állítom, hogy ez a legfontosabb politikai feladat, mert ez kicsit aránytévesztés lenne egy ilyen rendszerben, élve, most az a legfontosabb feladat, hogy az LMP, a párbeszéd, meg az MSP ne legyen. É, szerintem sosem jó, amikor valaki, nem tudom, politikai versenytársainak az eliminálását teszi, nem tudom, politikai cél lá. Egyszerűen szerintem is az, van, hogy olyan pártok kell, hogy alkossanak egy ellenzéki szövetséget, amelyeknek valós társadalmi beágyazottsága és támogatottsága van. Mert egyszerűen ez a logikus. Így, így működik egy választási autokrácia, ami ugyan autokrácia, de mindig igényli a választási támogatottságot, és ezért mindig meg kell méretnie magát közepesen fel, vagy nem túl fel, de mégiscsak választásokon. Tehát az ellenzéknek is az az elemi érdeke, hogy olyan pártok és közösségek szálljanak szembe a rendszer, akik képesek választói tömegeket, meg bázisokat megszólítani, és aztán elvinni az urnához, hogy minél közelebb legyen ez a két tábor egymáshoz. Úgyhogy szerintem ez, ez, egy, ez egy valid cél ebben a helyzetben. Ami megfontos és itt lehet, hogy egy kicsit elemelt szinten beszélek erről, de egyszerűen arról van szó, hogy ez a rendszer cinikus, hazug, képmutató, Magyarul nem lehet cinikus, hazug és képmutató ellenféllel kiállni vele szemben, mert nem fogja legyőzni. Tehát ha választok, azt érzékelik, hogy hát amivel ezzel szemben áll, az szintén nem túl hiteles, szintén nem túl őszinte, elég cinikus és viszonylag képmutató, hát ilyen már van a palettán a Fidesz és amúgy meg most jobban élek, vagy jobban éltem mondjuk egy évvel ezelőtt, mert ugye csak ez van minden választói gondolkodás középpontjában, hogy na, most hogy élek, most mennyi pénzem van, most mi van, most milyen támogatásokat kapok az államtól, mik az esélyeim, és mondjuk 2018, ban amikor az a másik úriember kormányzott, akkor mi volt a helyzetem? Ja, hát akkor nem volt munkám, meg a feleségemet is nem tudom, részmunkájába küldték el, meg nem tudom meg be akarták vezetni a díjat, meg a kórházi napi díjat, most ilyen legalább nincs, Egyébként nem jobb az egészségügyi ellátás, csak legalább kicsivel több pénzt tettek most a zsebembe, amit elköltetek magánegészségügyi szolgáltatásokra, és akkor ez egy ilyen matekból a többségnél az jött ki, hogy mégiscsak a Fideszre szavazunk. És de emögött mindig az van, hogy oké, okay, ez a rendszer hazug, képmutató, cinikus, látom a hátrányait, látja mindenki, hogy ez egyébként nem túl tisztességes és nem túl fair, de aki vele szemben áll, az vajon igazat mond-e, őszinte velem, tisztességes és fair -e? Ha nem, ha nem látjuk be ezt a nagyon elemi kihívás kényszert a rendszer szemben, akkor újra és újra el fogunk bukni. És én azt gondolom, én személyesen, hogy Gyurcsány Ferenc meg a demokratikus koalíció, az nem alkalmas erre a szerepre. És egyébként, ha már választói támogatottságnál tartunk, való igaz, hogy a dk van választói támogatottsága és bázisa, de ez az ellenzéki táboron belül is egy relatív többség tehát Dobrev Klára elvesztette az erőválasztást. Tehát amikor ők azt mondják, hogy a Márki vagy Péter egy futóbolond, oké, okay, mindenkinek lehet véleménye, de akkor a Dobrev Kláret egy futóbolond győzte le az erőváltáson. Tehát ugye mégiscsak az történt, hogy a DK-nak sok szavazója volt, de ez még az ellenzéken belül sem volt több, nem hogy a társadalmon belül, az ellenzéken belül sem volt többségbe. És bármilyen közvéleménykutatási adatot nézek, Jelen pillanatban sem látom azt, hogy a DK-nak akárcsak az ellenzéki tömbön belül meg lenne az abszolút többsége. Tehát én abból indulok ki, hogyha van egy előválasztási szituáció, ahhoz egyik előtt Klára, a másik előtt meg valaki más, aki esetleg hitelesebben meg tudja azokat az elveket jeleníteni és képviselni, amit az előbb elmondtam. Tehát őszinteség, igazság, tisztaság, romlatlanság, akkor szerintem a másik előtt fog győzni egy előválasztási küzdelemben. Nem véletlen, hogy a DK mindenütt azt mondja hát soha többet ilyen előválasztást nem szabad tartani, mert abból csak olyan rossz dolgok sülnek neki, mint a Márkizai Péter. Persze, hát verseny nélkül átvenni az érmet, az mindig kényelmesebb dolog. Persze. Igen. Még a beszélgetésünk elején a vitakultúráról szóltál pár szót, meg arról, hogy a személyeskedés az ugye semmilyen módon nem tudja a közös ügyeinket segíteni közöttetek, viszont Ungár Péterrel mégiscsak kialakult a, a médiában egy ilyen nagyon komoly csörte, amiben olyanokat állított ugye, amit már idéztem korábban, te pedig olyat mondtál, hogy társutas és élősködő párt az LMP, illetve hogy az lmp nek az a modellje, hogy pénzt a nertől kap, pozíciót pedig az ellenzéktől. Ezek nagyon-nagyon erős kijelentések, és arra lennék kíváncsi, vagy arról szeretnélek kérdezni, hogy mi az alapvető fundamentális vita köztetek, akár Ungár Péterrel, mert nyilvánvalóan nem a kordonbontás, vagy nem az, hogy ki Ungár Péter édesanyja, vagy, vagy hogy nem csak köztetek mi az alapvető fundamentális vita, hanem a pártjaitok között, ugye az LMP, meg a Momentum, én azt látom igazából, hogy ez a két párt próbál a fiatal szavazókra pályázni, vagy hát az ő, ő szavazataikat megnyerni. Hát én emögött látok egy olyan jelenséget, hogy Magyarországon vannak zöld pártok, ugye nem is egy, vannak zöld szavazók, minden kutatásunkban ez előkerült, tehát most ha Magyarországon van egy szabad szemre is jól látható választói réteg, aki amikor politikai ideológia vagy identitás tengelyen kell magát meghatározni, akkor azt mondja, hogy zöld az ő politikai identitása, tehát nem szociáldemokrata, konzervatív, libás, azt mondja, hogy ez zöld identitású választó. És az LMP legnagyobb problémája a politikai stratégia szempontból az lehet, hogy ezek a zöld választók, akik számosan nincsenek kevesen, tehát bőven a parlamenti küszöb fölött, ha, mi, ha, egy zöld párt meg tudná szóltani, az összes zöld szavazót, akkor bőven a parlamenti küszöb fölé tudna jutni. De ezek a zöld, magukat zöldnek identifikáló szavazók nem ezekre a magukat zöldnek identifikáló pártokra szavaznak, hanem mondjuk a Momentumra, vagy a két farkú kutya pártra. De egyébként ez a két ö, párt a legerősebb a zöld identitású És szavazók. Ez miért lehet? Hát miért? szerintem azért lehet, hitelesség? Alá, hogy, hát valószínűleg azért, mert ezek a pártok, ezeket a pártokat vagy nem tartják elég erősnek ahhoz, hogy képviseljék ezeket az értékeket, vagy korábban csalódtak bennük, mert nem képviselték elég karakteresen ezeket a zöld identitáshoz kapcsolódó témákat ugye azért az LMP-ben is megjelenik a zöld téma, mert egy erősen globalizáció kritikus, főleg ugye a Schiffer András mm. korszakban mm. egy ilyen nagyon tőkeellenes, ami persze részben összefér a zöld identitás, nem biztos, hogy a magyarországi zöld választók többségében azért ennyire kapitalizmus ellenesek. Mm. Lehet, és nagyon sok szerintem mérsékelt ebben zöld szavazó van. Ugye a magyar társadalom ebből a szempontból azért nem tartott, mint a német, vagy mint más nyugat-európai ja, társadalmak. Ezek a pártok inkább ilyen méregzöld pártok voltak, a szavazóik meg nem annyira méregzöldek, csak ilyen világos zöldek. De szerintem az alapvető politikai konfliktus ez. Tehát, hogy az LMP stratégiát váltott a választások után, a Péter abban nagyon koherens volt, hogy ő szinte kizárólag ilyen zöld ügyek mentén kezdett kommunikálni, és azokat tűzni az ászlajára, amik kifejezetten a zöld identitáshoz kapcsolódnak. És közben azt látja, hogy ezek a zöld szavazók mégsem kezdenek el az LMPhez hez vándorolni. Ebből nyilvánban van egy politikai konfliktusa azokkal a pártokkal, vagy azzal a párttal, ahol ezek a zöld szavazók most nagyobb számban vannak, és nyilván úgy ítéli, hogy ezek a zöld szavazók átcsábíthatóak. Én ennek tudom be az ő viselkedését, az a jó hiszeműbb ö, meglátásom, a rosszabb hiszemű meglátásom pedig azon alapszik, hogy az LMP parlamenti frakciója az a DK jó indulatából születhetett meg. Pontosabban a jó indulat itt lehet, hogy egy erős kifejezés. Ugye volt egy megállapodás a választások előtt, hogy ha és amennyiben olyan eredmény születne, hogy a, az LMP-nek, tehát a szövetség legkisebb szereplőjének nem jönne össze az öt hely, akkor a DK átad egy mandátumot, és mindenkinek biztosan meg legyen a frakciója. És hát ez a politika világában azért mégiscsak jelent egy kitettséget. Ez a, ez a rosszabb hiszemű olvasatom, ez a kettő kavarog a fejemben. Na és akkor az LMP Momentum nagy ellentét, azt hova vezetnéd vissza? Vagy én azt látom, hogy ez a két párt nagyon egymásnak feszül a magyar közéletben, úgy, hogy egyébként politikailag nem, nem látom azokat a hatalmas nagy véleménykülönbségeket. Uh -huh. Akkor miből adódhat ez a nagy ellentét? Vagy ez egy generált konfliktus? Ugye Ungár Péter nagyon sokszor elmondja, hogy ő szerinte jó dolog a konfliktus, jó dolog ilyen téren tematizálni. Nyilván ez az ő személyéből is adódik, úgy gondolom. És, szerintem egyébként, na, akkor végre egyetértünk a Péterrel valamiben. Nem azt mondom, hogy jó dolog a konfliktus, de hogyha kicsit lecsupaszítom a politikát, a politika mégiscsak arról szól, hogy az ember tartalmi, politikai tartalmi konfliktusokban van benne, mert mást gondol, mint X vagy Y, ezeket a nyilvánosságban képviseli, azon keresztül is be tudja mutatni a saját álláspontját, hogy azt valaki másétól megkülönbözteti, és a politikai sikerességet az határozza meg, hogy az ember milyen konfliktusokban van benne, azokat a konfliktusokat ő választja, vagy őt belerengatja mm -hmm. egy ilyen konfliktusba, és hogy megnyeri ezeket a konfliktusokat, vagy elveszíti. Hát ez a politika, ha ülünk otthon, és mindenkivel egyetértünk, meg bólogatunk, az nem politika. Hát ezt nem, nem tudom, minek hívják, de, de biztos, hogy nem politika. Mégiscsak erről a politika, hogy én gondolok, a világról, ő meg más gondol, és konfliktuálódok vele a nyilvánosságban, és vitatkozom vele, és aztán a választók meg eldöntik, hogy nekem van igazam, vagy neki van igaza. Az LMP szempontjából is úgy gondolom, hogy ők azért választották ki ezt a konfliktust, és azt gondolom, hogy ezt ők választották ki ezt a konfliktust, nem mi, mert azt gondolják, hogy ezen nyerhetnek. És a Bungár Péter úgy méri, vagy úgy gondolja, hogy ezen a konfliktuson ő nyerhet. Nem tudom, hogy nyerhet-e. Mi ebből a szempontból reaktív uh, szereplői vagyunk ennek a konfliktusnak, mert ugye ez nem akarok belemenni, hogy úgy kezdődött, hogy ő visszaütött, de hogy szóval kicsit-kicsit ilyen, a, kicsit ilyen ennek, a, ennek a dinamikája, és hogyha a tartalmi részére térünk át, ott meg egyszerűen szerintem a rendszerhez fűzött viszony tekintetében van egy nagyon éles tartalmi különbség a két párt között, amikor a kanásznagy Máté azt mondja, hogy Hát ő milyen fantasztikusan érzi magát, tusványosan, és hogy mindenkinek el kell mennie, meg hogy egyébként is ez az egész milyen, milyen csodálatos dolog, vagy amikor a, az Ungár Péter azt mondja, hogy hát itt konstruktívnak kell lenni az ellenzéknek, nem szabad ő mindent elleneznie. Én akkor őszintén nem tudom, hogy ők milyen mozit néztek az elmúlt 13 évben. Ez az egyik rész, hogy ez egy tartalmilag nagyon nem értek egyet. Tehát ha valaki a NER konstruktív ellenzék akar lenni, Hát az, az olyan szóval, már én, van, nem, ez DK-nak hívják, én nem? Nem tudom. Tehát, szóval én nem tudom, hogy ők arra számítanak, hogy megszavazzák a törvényjavaslataikat, vagy szóval fog, tehát fogalmam sincs, hogy e, mögött mi a, mi a politikai, stratégiai lépés vagy, vagy döntés. Tehát, hogy aki aki ilyen ellenzéket szeretne, az a Fideszre szavaz, nem? Tehát, mm -hmm. hogy nem tudom, ki fog erre szavazni, vagy miért fog szavazni. Ebben nekem tartalmi vitám van vele kapcsolatban, és hát ami a legszomorúbb, hogy ez egybevág a miniszterelnök úrnak a kívánságaival, Valaki elmondja, hogy hát az a jó ellenzék, a jó, legyen, hát kell mindig ellenzők, mint a sörnek, hogy legyen habja, csak ne el az ízét. És hogy, hogy, ennek valaki ilyen, ilyen magától értetődő természetességgel aláfekszik, és ettől rossz ízűek ezek a családi kapcsolatok, meg a nyaralás, hmm. mert nem tudom, mert ugye az ember fejébe óhatatlanul összekapcsolódik, hogy valaki ellenzékének mutatja magát, aztán olyanokat mond, amiket igazából az Ormán Viktor is szeretne hallani, és amúgy a családjánál nyaral, meg amúgy adókedvezményeket kap a cége, amiről ő, amit ő nem akar eladni, erről nem akar lemondani. De nyilatkozni se tud róla De igazából az érdemben. Egyszer, hogy, és ezek ilyen egyszer rossz ízű hoznak létre az emberek fejében, miközben eleve küzdünk egy olyan deficittel az ellenzéki oldalon, hogy választóknak, ha nem is nagy tömegei, de viszonylag sokan azt mondják, hogy hát ez az ellenzék, ez annyira nem kemény, meg annyira nem hiteles. Hmm. És akkor ezt így kiszolgálni, vagy ezt így szerintem rossz. Szerintem egyszerűen rossz, rossz üzenet a, a, a választók felé. Én ebben vagyok velük tartom vitában. A másik része pedig, vagy most nem tudom, sokkal egy dimenzió, az az, hogy én tényleg nem tartom azt tisztességesnek és fernek, hogy valaki bejön egy ellenzéki együttműködésbe, miközben ő önállóan nem lenne képes parlamenti frakciót alapítani, akkor Ungár Péter sem lenne frakcióvezető, mert nem lenne frakció, nem jutott van az NMP a parlamentbe, bejön egy ellenzéki együttműködésbe, ebből kiveszi a számára hasznos eredményeket, meg, meg outputokat a parlamenti bizottsági helyek és stb. formájában. Majd aztán, mikor ez megtörténik, utána kettő hónapa vagy egy hónappal másról sem szól a politikai kommunikáció, mint hogy teli szájjal azokat, akiknek a hátán bemászott a parlamentbe. Ez egyszerűen emberileg egy nem tudom, nem megfelelő viselkedés. Nem korrekt és nem fair. Jó, hát úgy gondolom, hogy akkor erre kimerítően válaszolták, köszönöm. És akkor egy, egy utolsó kérdést hadd tegyek fel neked, ami nekem egy ilyen személyes elhívásom, hogy, hogy ezt így, ha van lehetőségem, akkor megkérdezzem egy politikustól, hogy mi a te kilépési stratégiád a politikából. Szerintem ez nagyon fontos ezt meghatározni, akár egyéni, akár ha momentumon belül van egy ilyen, hogy mik azok a pontok, vagy mi az a, a nagy cél, amit ha mondjuk elérnél te egyénileg, vagy a momentum, akkor azt tudjátok mondani, hogy ti letettetek valamit az asztalra, ezzel már büszkén vissza tudtok vonulni a politikából, vagy az, hogyha folyamatos kudarcokat, vagy nem a kitűzött célokat éri el a párt, és azt látja, hogy nem tud választani ezen a rendszeren, akkor azt tudja mondani, hogy ők nem akarnak, ti nem akartok életetek végéig politikából megélni, mert ez ugye, uh -huh. azt gondolom, hogy Magyarországon egy nagy-nagy probléma, hogy politikusok úgy tekintenek a politikai karrierre, hogy ez egy ilyen életpálya-stratégia. Szerintem három ilyen van. A, és ebből kettő a kudarchoz kapcsolódik, egy meg a sikerhez kapcsolódik. Ugye a Momentumnak volt egy olyan javaslata jó régen, de szerintem ez mindig az asztalon van, csak nem beszélünk róla annyit, hogy mi amennyiben erre lehetőségünk lenne, akkor kezdeményeznénk azt, hogy miniszterelnöki pozíciót csak kettő cikluson eltöltessen be valaki Magyarországon. Ezt szerintem a, Nagyar, a jó. egészséges politikai kultúra felé is egy jelentős lépést tenne, szerintem a a hatalomhoz való viszony szempontjából is nagyon fontos az, hogy egy politikusnak a jellemére, hogy a milyen hatás van a hatalom, meg a hatalom gyakorlása. És amit Orbán Viktor is megfigyelt, hogy őt ugye kettő dolog érdekli a világon, kettő dologról beszél, elképesztő szenvedélyesen, az egyik a futball, a másik meg a hatalom. Tehát nem is a politika, a hatalom és a hatalom használata, a hatalom technikája, ő ezt művészetnek hívja, <tosz> Hogy ez egészséges, hogyha egy miniszterelnököt nem tudom, nem a közpolitikai mm. kihívások érdekelnek, hogy hogyan lehet, nem tudom, hatékonyabban működő, ö, jobb minőségű közszolgáltatásokat létrehozni egy államban, hanem hogy mihez lehet kezdeni a hatalommal. Szerintem nem egészséges. Tehát ebből a szempontból én is azt tudom mondani, hogy nyilván, ha egyszer miniszterelnök lennék, és két ciklust tudnék kormányoznak, utána letenném valantot Erre ez a, ez a nagyon diplomatikus válaszom. A, de nyilván ö, szerintem fontos, hogy az ember egyrészt olyan személyes kapcsolatokat tartson, Fönn, amelyek lehetővé teszik azt, hogyha az ő jellemére a hatalom elkezd egészségtelenül hatni, akkor az a saját környezetében megkapja ezeket a visszajelzéseket, és legyen egy olyan környezet, aki ilyenkor visszarántja a valóság talajára. És hogyha nyilván ilyeneket vennék észre magamon, akkor azokat nagyon erőteljes jelzésnek venném, és, mm. és, és az ember nyilván törekszik arra, hogy így alakítsa az életét. Persze ez nem egyszerű, nem egyszer akkor, amikor az ember benne van. De hát ugye most nem beszélünk arról, hogy a hatalmi pozíció vagyunk, tehát ettől most én azt láttam, hogy, 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 időben, térben egyenlőre messze vagyunk, de ez a, sikeres a siker esetére a kilépési stratégia. A kudarc azt nem több rétű lehet. Lehet az a típusú kudarc, amikor, amikor az embernek a pártja, vagy az a közösség, amelynek a vezetőségi tagja, az nem éri el a kitűzött célokat. Én nagyon erőteljesen hiszek a teljesítményelvűségben. Tehát én azt gondolom, hogy kitűzünk magunk el egy célokat, és hogyha ezt nem érjük el, akkor felelősséget kell vállalni. Ez nyilván lehet olyan típusú felelősségválság, hogy azt mondja az ember, hogy én most vezet, vezetőségi tagja voltam egy pártnak, ami egy választáskor rosszul szerepelt, akkor nyilvánvalóan másnak adom át a lehetőséget, aki ezt az esetleg jobban csinálja, mert egyszerűen nem lehet az, hogy nem vállalok felelősséget a rossz vagy a vártnál rosszabb szereplés miatt. De ettől függetlenül az ember a pártban politizálhat tovább, meg lehet egyéb nem tudom politikai pozíciója. A másik ilyen, hogy az ember tud-e képes a -e választott politikai pozíciót szerezni magának. Én mm. azt gondolom, hogy úgy, ma úgy ellenzékben politizálni, hogy igazából politikusoknak viszonylag nagy száma soha nem volt képes választást nyerni a magyar politikai mm. rendszer semmilyen szintjén. Most említhetik neveket, de nem akarok, mert már így is sok mindenkiben gyalogoltam szerintem bele. Tehát, hogy olyan politikusok vannak ma az ellenzék, tehát, hogy akkor valaki 13 éve ellenzéki képviselő, minden egyes parlamentben ott ül, viseli a politikai pozícióját a párt, pártján belül, meg Árnyék kormányban, meg itt -ottam ott, és hétből hét darab választás bukott el eddigi karrierjében. Én tényleg őszintén felteszem azt a kérdést, hogy ő, ő milyen rendezvényen van. Uh -huh. Tehát ha valakit hétből hétszer nem szaznak meg az emberek, hogy ott miért nem merül fel az, hogy nekem valami más kellene csinálnom? És ennek van egy másik szintje, ugye, amikor az, az a helyzet állítódik elő, hogy mondjuk az embert a saját pártja nem jelöli bizonyos pozíciókra, mert a saját pártján belül sincs meg az a többsége, vagy az a késztetés, hogy őt mondjuk valamilyen politikai mandátumszerzésre jelölj a saját pártja, az egy ilyen típusú bizalomhiányt jelez, hiszen ezeket is érdemes olvasni. Tehát ha ilyenek fordulnak elő, akkor nyilván az embernek minden elhivatottsága mellett azt kell mondani, hogy hát akkor most lehet, hogy hármat hátra kell lépni mert nincs meg az a típusú belső bizalom. Tehát vagy egy választási megmérettetés kell hozzá, mm. szerintem úgy nem lehet politizálni, és amit én most csinálok, hogy egy pártnak vagyok vezetőségi tagja, de egyébként nincsen választott politikai pozícióm, az csak nagyon rövid távon lehet csinálni. Tehát mondjuk egy két éves ciklus azt hogy lehet így csinálni, de hosszabb távon szerintem politika csak arról szól, hogy az embernek van valamilyen vagy választott pozíciója, vagy valamilyen politikai mandátum arra, hogy a saját politikai vízióját, terveit, elképzeléseit legalább el tudja kezdeni megvalósítani, vagy bemutatni. Ha nincs ilyen platform, akkor nagyon nehéz csinálni ezt a játékot. És mi lenne ez neked a jövőben? Van már, van már ilyen terv? nyilván az ember sok minden meg gondolkodik, nem, nem sok minden meg gondolkodik, tehát nyilván az embernek, az embernek vannak szakmai preferenciái, politikai preferenciái. Én azt gondolom, hogy két olyan terület van ma Magyarországon a jelenzéki politikusnak, ahol érdemben tud politizálni. Ez egyrészt az önkormányzati szint, a másrészt pedig az Európai Parlament. Tehát én nagyon nem hiszek abban, amikor azt mondják sokan, hogy ha valaki az LP-be megy, akkor az parkolópálya, és ö, oda igazából kimenekülnek emberek a jó fizetésre, és nem kell semmit. Biztosan vannak ilyenek. Sajnálatos és szomorú, hogy vannak ilyen politikusok, akik elhasználják az LP-t. Valójában ma a Fidesztől szuverén módon, teljesen ö, ö, függetlenül az LP-ben lehet politizálni. És ott milyen módon lehet politizálni? Uh -huh. Mert én se látom innen. Uh -huh. Nekem is van egy hasonló percepció, Igen. mint amit mondtál, és ez érdekelne, hogy hogy hát lehet. Egyrészt hogy... ugye van az, hogy a, a például a momentumos politikusok, akik ugye a Riñó frakcióban ülnek, ott az Európai Parlamentben a többséget alkotó koalíció részei. Tehát nem egy ilyen elnyomott ellenzéki pozíció vannak az LP-ben, mint itthon, hát. uh, és ezt szerintem egy fontos eszközt ad a, az a, ad a kezükbe. Uh, és ha nyilván az Európai Parlament mint egy, uh, egy törvényalkotó szereplője az Európai Uniónak, tehát a triológus uh, tárgyalások során -e van egy egyébként az utóbbi időben még erősített is Európai Parlamenti szerep, nyilván lehet különféle szakpolitikai javaslatokkal uh, azért eredményeket elérni. Nem azt állítom, hogy mondjuk az, hogy a Donát Anna uh, abban a bizonyos bizottságban ülve Elérte azt, hogy egy milliárd euróval többet, többre tudjanak pályázni közvetlenül civil szervezetek az EU-hoz forrásokra, az alapvetően lebontaná a rendszer, de hát ez mm -hmm. jelentősen több, amit a parlamentben ülő ellenzéki pártok el tudtak érni a magyarországi viszonyok megváltoztatásának vonatkozásában az elmúlt 13 évben. A cseh abban a bizottságban ült, ami az önkormányzatoknak járó közvetlen uniós forrásokat emelte meg, azt hiszem 15 vagy 20 százalékkal. Ezek lehet, hogy nem nagy összegek, de hát ezek mégiscsak több ahhoz képest, amit a Magyarország ülve el lehet érni. Vagy amikor ugye éppen most, a, amikor fölveszük ezt az adást, akkor van kint Anna a, a triológus tárgyalásokon azzal kapcsolatban, hogy milyen szabályozás vonatkozóan azokra a vállalatokra, amelyek a bevételüknek több mint 15%-át szerzik állami megrendelésekből meg, meg állami támogatásokból. szigorú Azokra szigorúbb szabályozások vonatkoznak azért. Ezek szerintem fontos szakpolitikai kérdések, amiket ott kint el lehet érni, itthon teljesen esélytelen az ember. És hát nyilván a szövetségépítés, az, hogy megmutassuk, hogy van egy másik Magyarország, amely elkötelezett az Európai, Irány, Európai Unió irányába, elkötelezett a Nyugati Szövetség irányába, elkötelezett az Euróatlanti Együttműködés irányába, azt hiszem az egyik legfontosabb politikai feladatunk. Tehát ha belenyugszunk abba, hogy Magyarországot mindenütt a világban Orbán Viktorra, meg Orbán Viktor politikai rendszerében azonosítsák, azt szerintem az egyik legrosszabb reakció, amit elképzelhetünk. Erre az LP-ben van esély. És a másik része ennek a politikai tevékenységnek, aminek haszna és értelme, azt szerintem az önkormányzatok, ahol szintén kisebb volumenben, de mégiscsak az emberek életét, a választók életét érdemben érintő és befolyásoló dolgokról lehet döntéseket hozni, vagy el lehet kezdeni megvalósítani olyan szakpolitikai programokat, amelyekre országos szinten van nincs lehetőség. De ha ránézünk Terézvárosra, akkor azt mondom, hogy, hogy érdemes azon elgondolkodni, hogy ez nagyban hogyan néz neki, vagy ránézünk Józsefvárosra. És ebből azt mondtam, hogy momentumos politikusnak szerintem ez lehet most a rövid távú cél és feladata. Ez azt gondolom, hogy nagyon kerek válasz volt, és uh, Kele János, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és uh, beszélgettél velem. Én is köszönöm. sorry, seriously. Some fucking yeah. fruit juice. Amikor fociról szoktál beszélni, különböző podcastekben, mindig beszélsz a, Dunamenti iskoláról uh -huh. erről, a, hogy a, a, magyar aranycsapat innen nőtt ki, stb. Uh -huh. És ez engem nagyon érdekel, hogy ez a kávéházi értelmiségi közegből, hogy hogy bomladozott ki a, foci, a magyar foci, és ennek hon, hol lehet utána olvasni. Mert én erről nem nagyon találok semmit így a felületes kutakodásaim ez során. Van a, van a Szegedi Péternek vannak könyve az első aranykor az ugye a 38-as VB ezüstérmes csapatról szól, meg ennek a kialakulásáról. A, van a Jonathan Wilsonnak a Behind the Curtains, a, az kelet-európai foci kultúrákról szól. Számomra döbbenetes élmény volt, hogy egy angol újságíró könyvében olvasom el a magyar futball múltnak uh -huh. legfontosabb dolgait.